Ez a cinematikus, gyönyörűen elmosott vibe-ú B-roll. Kérdezheted, hogy hogyan értem el mindezt óriási nappali világosságban? A titok az egy ND filter, de nem is akármilyen. Hadd kérdezzem meg tőled azt, hogy használsz bármilyen filtert, vagy nem. Akárhogy is, szerintem ebben a videóban, ami egy széria és a filterekről szól, érdekes kérdések jönnek fel érdekes termékekkel, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig, és kérlek írd meg kommentbe, hogy te milyen filtert használsz, vagy hogyha nem használsz, akkor miért nem teszed azt. A sorozatban meg fogok mutatni néhány alapfiltert, és hogy miért nagyon fontos, hogy használjak egy full átlátszót is. Spoiler alert! Well, it does have... Yeah, spoilers! protekció miatt, biztonság miatt, és néhány különlegesebbet is, mint egy VND-t vagy egy Mist filter. Ezáltal remélhetőleg lesz egy olyan betekintésed, amivel el tudod dönteni, hogy ez érdekes-e lehet arra, hogy mondjuk te is beszerezd. Nem csak a különböző termékeket és a specifikációit fogjuk átbeszélni, de mutatok konkrét felvételeket is. Úgyhogy kezdjük el a videót, nézd végig, előtte mi jön? Intro. A széria első részében az ND filterekről beszélünk, pontosabban a VND-ről. Ez mindenféleképpen fontos, hogyha szeretnénk egy nagy blendét megtartani, és nagyon világos van. Ehhez igazából egy VND-re van szükséged, és két termékről fogunk beszélni. Az egyik a kedvencem évek óta a Polar Pro Peter McKinnon VND-je, és valami új, amit azt vettem észre, hogy inkább azt használom, mint a Peter McKinnonosat. Miért? Egyetlen egy funkciója van, amivel jobb, szerintem könnyebb használatot biztosít, de ezt úgyis a videó végén fogom elmondani, úgyhogy itt kell, hogy maradj. Na de most hadd mutassam meg a Nisi vagy Nisinek az 1-től 5 stoppos True Color ND Vario filterét. Ez volt az, amit használtam végig a B-rollba, amit a videó elején megmutattam. A legfontosabb dolog az, hogyha keresünk egy, vagy használunk egy filtert, hogy torzít-e a képen, változnak-e a színek, az élesség, vagy bármi. A Nisinek ez a filtere azért True Color, mert semmi változás nincs, ami sajnos nagyon sok más filterben van. Hogy átlásd, hogy mi egy VND, ugye Variable Natural Density Filter, ez igazából két polár filtert tartalmaz, és így el lehet csavarni, és így tudjuk állítani, hogy milyen erősségű legyen, és hát a olcsóbb, nem olyan jó minőségűek sajnos vagy vinyettálást eredményeznek, vagy akár egy ilyen X megjelenik a képen. Igazából pontosan ezért költöttem el egy valak pénzt a Polar Pro-nak a filterére, mert abba nincs semmilyen torzítás, ahogy a Nisiben sem. De a Polar Pro nem tökéletes, ahogy mondtam. Néha nehéz pontosan elérni azt, hogy milyen beállítást szeretnék, milyen erősségű legyen. Ehhez képest a Nisinek a VND-je 1-től 5 stoppig megy, ami ugye azt jelenti, hogy annyival lemegy az expozíció 1-től 5 EV-vel. És a nagyon vékony felépítésének köszönhetően nincs semmi kockázata, hogy megjelenjen ez az X, még széles objektíveken sem, nagy látószögőeken sem. Szerintem minden tartalomgyártónak érdemes beszerezni egy VND filtert, és nem szabad, hogy olcsót válasszunk. Már úgyis baromi sok pénzt költöttünk kamerára, objektívre, kiegészítőkre, szóval hogyha a legtöbbet akarjuk belőle kihozni, és azt a magas minőséget megtartani, nekem valahogy így tudtam megmagyarázni magamnak, hogy miért költöttem ennyit filterekre. Ha VND-ről van szó, akkor szerintem az, hogy pontosan tudjuk beállítani, az a legfontosabb. Mert ha jól be tudjuk állítani, akkor ennek köszönhetően megmaradhat egy 1.4-es, 1.8-as blending, miközben máshogy lehetetlen lenne egy fényes nappali fényviszony mellett. Fényes nappali fényviszony.
Most pedig hadd mondjam, hogy mi az az egyetlen funkció, amiért a Nisit jobban szeretem használni, mint a Polar Pro-t. Ez pedig az, hogy egy fokozat nélküli állítási lehetőség van, de attól még a szélein rajta vannak a számok, és van egy ilyen kis kiugró rész, amivel annyira könnyen tudjuk beállítani pontosan azt, és ugye vizuálisan is csekkolni, hogy milyen legyen az az érték, amit mi szeretnénk. Igazából emiatt. A minősége az, ahogy a kép elkészül, ugyanaz, de a használata sokkal egyszerűbb. Úgyhogy ez volt az én véleményem arról, hogy miért érdemes megvenned egy V&D-s filtert, és el is költeni rá a pénzedet. De nyilván különböző átmérőjű objektívek vannak, és hogyha veszünk egy ilyen filtert, azt nem tudjuk rárakni az összesre. De akkor mi a megoldás, hogy megvegyünk a filterből annyival többet? Nem, ehhez egy úgynevezett adapter ring kitet, egy ilyen step down vagy step up, amivel rárakhatjuk kisebb objektívekre a nagyobb filtert, és szerintem ezzel baromi sok pénzt lehet spórolni, és hogy kell használni, ezt egy másik videóban megmutatom. Beszéljünk még egy másik felhasználásról, amikor nagyon cinematikus, ilyen művészies hatást szeretnénk elérni, erre pedig lehet használni egy mist filtert. Hogy mi ez és milyen hatást tud elérni, azt ebben a videóban mutatom meg. Ha tetszett ez, akkor kérlek lájkold, kommentbe beszélgessünk, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor nyom be a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön. Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik. Sziasztok!